A futók Hill Csilla és Asperger-szindrómás fia Viktor minden mozdulatát követték. A bemelegítésen minden sportoló részt vett. Hill Csilla azt mondja, ezek a rendezvények szükségesek ahhoz, hogy felhívják a figyelmet az autistákra, mássággal élőkre. Kell, igen. Viktorunk nem olyan súlyosan érintető Asperger-szindrómás, de neki is vannak furcsaságai, ami miatt tényleg sok esetben kellemetlen érezzük mi is magunkat, hogy furán néznek ránk, de minél többet beszélünk róla, én azt gondolom, hogy egyre inkább elfogadóbb a társadalom. A 17 éves Viktor az Arany János Gimnázium magántanulója, a sportot szereti, hetente kétszer edz édesanyjával. Nagyon sok szerencsét kívánok a futóknak a futáson. Elrajtolt a mezőny, futás közben pedig különböző meglepetések érték a sportolókat. Úgy gondoltuk, hogy ez a mai nap egy kicsit ilyen jambori jelleggel egy összetettebb dolog legyen. Reggel lesz egy bulifutás, amire látom, hogy már nagyon szép számmal jönnek az érdeklődők. Utána bent lesz egy családi sportnap, ugrálóvára, játékokkal, illetve fellépőkkel, akik színesítik a rendezvényt. Elhoztam a családot, itt van a nagyobbik fiam, kisebbik fiam, a feleségem is. A fiúkkal lefutjuk az 1 kilométert, utána én meg még az atléta csapatommal odaállok az 5 kilométerre is. A rendezvény célja az érzékenyítés volt. A gyerekek már kiskorban megtanulják azt, hogyha találkoznak ilyennel az életbe, akkor attól nem kell elfordulni, hanem melléjük kell állni és segíteni őket. Kisfiával, férjével együtt futott be a célba Vízzel Lőci Gizella. Az 5 kilométeres távot teljesítve boldogan ölelkeztek össze 11 éves gyermekével. Az Esőmanok Egyesület arca azt mondja, nem könnyűek a mindennapok azoknak a családoknak, akik sérült gyerekeket nevelnek. A mi családunkban mind a két gyermekünk érintett. A fiam 11 éves fiam is, és a 9,5 éves kislányunk is. Az étény egy kicsit azért jobb képességű, integrált oktatásban jár, de azért van bőven nehézsége. És a kislányunk ő pedig szegregált oktatásban jár, ő amúgy nem beszélő, autizmussal élő kis hölgy. Nem egyszerűek a hétköznapjaink. A rendezvényre nagy tömeg gyűlt össze a sportcsarnok elé, ami a szervezők szerint azt mutatja, Szekszárd elfogadóbbá kezd válni. Ez tényleg nagy meglepetés volt számunkra, mert azért így, hogy már 2 évünk elment ugye a járványhelyzet miatt, mi áprilisban nem tudtuk megrendezni a szokásos jótékonysági futást. Abszolút nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, mert ugye mi még nyáron nem rendeztünk. Nyáron elmennek az emberek nyaralni, más események is vannak ilyen keresztbe szervezéssel sajnos, mert hogy mindenki most próbálja akkor megcsinálni ugye a rendezvényeit. Hogy minek köszönhető? Hát én nagyon bízom abban, hogy annak köszönhető, hogy szimpatizálnak velünk az emberek, és hála égnek érezzük tényleg a támogatásukat lélekben, aminek nagyon sokat számít érintett családoknak, mert egy kis erőt ad a hétköznapjainkban. A jótékonysági futáson befolyt összeg egy részét az Egyesület képzésekre, érzékenyítő előadásokra, táboroztatásra, fejlesztő eszközökre fordítja. Az adományok fennmaradó részét félreteszik, hogy abból egy fejlesztő központot hozzanak majd létre.